Hello mindenki, sziasztok! Ismét egy gyors bejelentkezés. Tenerifei érdekességek, x-edik rész. Nem tudom, miket meséltem eddig, vagy miket láttatok, milyen érdekességet fedeztem fel nektek. De most a következő. Följöttünk, csak úgy kocsikáztunk Verával, és följöttünk a hegy tetőre. Tulajdonképpen úton vagyunk a tejdéhez, úgymond, nem akarunk odaig elmenni, csak ott vagyunk, azon vagyunk. Hát innen elég pazar a kilátás. Lent van az óceán, hegyek, kis falvak, városok. Szóval rettentő jó kilátás innen, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy egyszer csak a semmi közepén találtunk egy építményt, és ez azonnal elkezdte furdalni az oldalamat, hogy vajon ez mi lehet itt a senki földjének a közepén. Úgyhogy gyorsan megálltam, kamerát elővettem, és most megnézzük együtt. Tipikus kanáriói téglaépület. Hát ez valakinek a telke, és főhúzott rá egy házat. De hogy itt a semmi közepén, ez furcsa. Itt van az ablak. Kicsit rozog a zsanérrel, de kinyitjuk. Hát azért elég jó kilátása van a emberünknek. Tulajdonképpen csak ez érdekelt, hogy mi lehet ez. Egy betonépítmény. Na, itt biztos találna vele a 4 level lóherét. Nem tudom, az ilyen elhagyatott dolgok engem mindig is érdekeltek. Aha. Nem nagyon akarok lejjebb menni. Ez lehet az ő kertje. Jó. Ez most akkor csak egy rövid videó volt. Találtunk egy elhagyott kanárió kis házikót. Megyünk tovább a tejde irányába. Sziasztok!